Jó, akkor mit hozz? Kitöltöm, és utána. Uh-huh. Akkor átbeszéljük, hogy mit szeretnék. Folyamatosan érkeznek a szülők és a gyerekek a szekszárdi Wunderland óvodába. Itt már a hét második felétől várják őket. Az intézményben február óta több óvi hívogató napot is tartottak, amik során a kicsik belekóstolhattak abba, milyen is lesz ide járni. Most pedig jövő hét keddig, április 25-ig készültek a hozzájuk érkezők fogadására. Gyermekjátszót rendeztünk be itt az óvodában, várjuk a gyerekeket is, tehát szoktuk kérni, hogy a szülők hozzák magukkal a beiratandó gyermeküket. Itt ismerkedésre van lehetőség a csoportokkal, az óvodapedagógusokkal. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezeken a napokon is akkor betekintést nyerjenek a csoportok életébe, illetve az udvaron tudjanak önfeledten játszani a gyerekek. Ebbe az óvodába jelenleg közel 200 gyerek jár, de még tudnak fogadni új jelentkezőket. Ennek feltétele, hogy a kicsi augusztus 31-ig betöltse a harmadik életévét. Ebben az esetben muszáj napi 4 órát óvodában töltenie. Ez alól csak különleges esetben kapható felmentés, amit április 15-ig kellett igényelni, de olyan szülő is kérheti a felvételt, akinek a gyermeke december 31-ig lesz 3 éves. Gyermekeknek a születési anyakönyvi kivonatára vagy a személyigazolványára van szükség, hogyha van tajkártyára, lakcímkártyára. Ezek mellett a szülők személyes adatait is meg kell adni beiratkozáskor. Tamásiban az önkormányzati fenntartású Aranyerdő óvodában jövő héten hétfőn és kedden reggel 7 és délután 5 óra között zajlik a beiratás. A legtöbb intézményben így itt is azokat a gyerekeket is fogadják, akik még nem teljesen szobatiszták. Ilyen esetben viszont a szülők segítségét kérik a szakemberek. Ilyen esetekben megkérjük a szülőt, hogy legfeljebb napi 4 órába, amit a törvény előír, addig tartózkodjon óvodába. És hát természetesen nyilván hát pelenkával vannak itt azok a gyerekek, ezért is kérjük a rövidített itt tartózkodását a gyermeknek. Ha pedig a szülők ezt például munkavégzés miatt nem tudják megoldani, akkor a pedagógusok azt kérik, vigyenek be elegendő pelenkát az óvodába. Az idei évben egyébként a hivatalos beiratkozási időszak országosan április 20-a és május 20-a közé esik.